Szinkronban. Ez volt a témája a júniusi kultúrszalonnak, ahol a moderátor többek között arról beszélgetett a vendégekkel, Füranikó színművésszel és Rutka Róbert zenésszel, mennyire tudnak harmonikusan együttműködni a színpadon. Füranikó úgy fogalmazott, amikor énekel, megpróbál nem színészként létezni a színpadon, csak tisztán átadni a zene lényegét. Amikor ott van a dal, és szól a szöveget, azt ki kell egészíteni a magam lényével, de amikor már ott a zene, tehát akkor ez van olyan fajta egység, amit én nekem csak amint mondtam, nem én vagyok a fontos, csak át kell magamon folyatni, mint egy médiumon, és oda kell adni, és akkor félre kell tenni az egót, és mindazt, amit az ember a színészkedésről gondol, hanem el kell énekelni a zenét. Rutka Róbert számtalan reklám és több filmzene szerzője elárulta. Ma már nem szívesen ír slágereket és reklámzenéket. Csak olyat szeretek, szeretnék csinálni, meg olyan emberekkel dolgozni, mint az Anikó, akit nagyon szeretek. És akkor ugye azt gondoltam, hogy még szeretnék más dolgot csinálni. Abba hagytam ezt, hogy azért nem fog dalt írni és slágert, mert tudom, és akkor most ebből sok pénzt lehet keresni, hanem arra gondoltam, hogy most már csak olyat akarok, amire büszke leszek életem végéig. A júniusi kultúrszalon után júliusban nyári szünetet tart a rendezvény.